Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez egy nagyon érdekes videó lesz. Nemrég eljutottam a 2015-ös Fantasztikus 4 filmig Disney Plus-on, amit tudtam egyébként, hogy nem jó film, legalábbis a kritikák alapján, de kíváncsi voltam, főleg most készül a következő, és be szeretném pótolni azokat a filmeket, amiket eddig még nem láttam, bár ez a film az, amit tényleg jobb lett volna, ha nem látok, még egy jó ideig. Most csapjuk fel a kritika arculatát, és kezdjük el az intro után. Nos, ez a legrosszabb Marvel film? Igen. Ez a legrosszabb film? Nem. És ez a legrosszabb F4 film? Ez Ezeket hogy kell érteni? Hát úgy, hogy az F4, a 2015-ös F4 film nem egy F4 film ez nem egy fantasztikus helyes film. Alapvetően ma is nagy viták vannak arról, hogy mi az a határ, amit adaptálni kell, és mi az, amit máshogy lehet kimeríteni a képregényfüzetekből. Személyes véleményem szerint, tehát szubjektív véleményem szerint nem kell nem a képregényeket, de meg kell tartani azokat az értékeket, amiket benne tart. Tehát a legfontosabb karakter értékeket, amik azzá teszi a karaktert, ami azokat szerintem hagyjuk meg, vagy egy részét mindenki. Tehát szerintem nem lehet, hogy ezt csinálni, mint például Venommal csinált a Sony, ebben a formában legalábbis, jobban fel lehetett volna dolgozni, elrugaszkodva a képregényektől, ha már tényleg ennyire nem kötik össze a, a dolgokat, de ez így, ez így semmilyen formában nem jó szerintem. Ugyanez a helyzet ezzel a filmmel is, ugyanis voltak érdekes elgondolások, de mint Fantasztikus négyes film rossz. Ezek a projektek ugyanis csak ezekkel a nevekkel kapnak pénzt, ugyanez volt a disney a Joker, de az egy nagyszerű film volt, ott, ott jól sikerült úgy azaptálni a, a képregényt, hogy közben nem adaptálták a képregényt. Na de miért ez a legrosszabb Marvel film? Mert semmi köze nincs hozzá. Ahogy mondtam, ez egy nem egy fantasztikus négyes film. Ezek a karakterek nem fiatal gyerekek, akik egy katonai hadművelet részei, hanem azok a karakterek tudósok, akik már inkább a 30 es években járnak majd. Itt nem azt látjuk. Ebben a filmben nem azt látjuk, amit, amit kéne. Azt látjuk, hogy Reed egy önző figura. Bár egyébként ez lehet, hogy ö, igaz is egyébként, de ennyire nem hiszem. A szó igazából, ő maradt szó, de nem ebben a korban kell őt látnunk, mint szó. Mármint, mint fantasztikus négyes szó. Mint láthatatlan. Na, hogy mondjam. Ezek a gyerekek még tanulnak. Egy iskolába járnak konkrétan, ami nem, 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 egyáltalán, nem elveszti, én számomra elvesztette a komolyságát ez az egész, mint fantasztikus négyes. Aztán ott van Johnny fákjája, ami annyira súlytalan lett, hogy te Jézusom de Tényleg. Most a rasszáltást az hagyjuk ki ebből. Sok karakternél kifejezetten jótlétnek találtam, például Keng. Szerintem az egy nagyszerű ötlet volt a marvel hogy őt egy fekete színész játsza el, mert ugye a képregényekben ő fehér volt. Szerintem jobban passzol egyszerűen a karakteréhez. Nem tudom, én szerint itt kifejezetten jó találtam. Viszont itt ennek a karakternek van egy lánytesója, aki meg falfejér. Tehát itt tényleg nem értem. De tényleg nem értem, hogy itt ö, miért kellett ez feltétlen. Ö, főleg, hogy még az. Tehát, hogy szerintem ekkora különbség két testvér között nem, nem igazán van. Aztán az is meg hogy hol szerezték a képességeket. Ez annyira nem negatív pont az még az a határ, amit fel lehet így dolgozni, szerint. Viszont Dum karaktere, hát sárszok, szerintem borzasztó volt. És, mi, és elmondjam, hogy miért, hát mert szerintem értelmetlen a motivációja. Tehát nem értem, hogy csak azért, mert ott hagyták őt, mert igazából már nem is volt medhető a csávú, nagyon úgy nézett ki, Ö, miért akarja hirtelen az egész földet elpusztítani. Oké, okay, mondta, hogy az emberek mindent el akarnak foglalni és magáéba tenni, amelyeként ez, egy, ez tényleg egy igaz dolog, de nem lett volna bölcsebb dolog, ha már ennyire gonosz, hogy elpusztítja a politikai életet és csinál egy diktatúrát a földből, ahol az ő az uralkodó, és ennek még valami jobb üzenete is lett volna szerintem, vagy nem tudom, hogy jobb üzenet lett volna, de ennek más üzenete is lett volna, lesz volna egy üzenete. És akkor még át is viszi az energiát abból a bolygóból, ahol ugye megszületett Doom, de mi a legnagyobb baja ennek a filmnek? Öm, előbb elmondtam, de még van egy nagy baja az, hogy túl realisztikus akar lenni, és ezért nem is egy F4 film. Az, hogy egy ilyen film realisztikus akar lenni már megbukott, de nézzük, elfogják az 51-es körzetbe, egyébként nem ez a neve, de egy olyasmival őket, ami lehet tényleg így lenne, és tényleg az lenne, hogy katonai fegyverek lennének, majd a valóságban tényleg ez lenne, hogyha megtalálnánk pár ilyen embert. És lehet, hogy így is van, mert nem tudunk róla. Így nem áll össze a fantasztikus csapat, hanem bujkálnak, mint például itt. Szóval a valóságban lehet, itt tényleg így csapnák le a hősöket, de ezt egy fantasztikus négyes filmben szerintem felesleges. Tehát, ha kitalálnak egy új címet ennek, picit belenyúlnak a sztoriba, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát, hogyha ez nem egy fantasztikus négyes film, alapvetően a story nem a legjobb film a világon, meg valószínűleg úgyse egy jó film, de sokkal jobb, mint egy fantasztikus négyes filmként eladott vala. Csak hát, így kapott pénzt a projekt, meg azt hiszem a jogok miatt is kellett már egy f film, szóval... A válaszokat és a reakciókat a komment szekcióba várom, ez kizárólag szubjektív élmény volt, még egyszer elmondom, szóval ezek nem tények, úgy kezeljetek, úgy reagáljátok el. És ami még nagyon fontos, hogy holnap Geekon a minden ezzel kapcsolatos fontos információt megtaláltjátok majd az ezzel kapcsolatos ikonos videóban, az információs kártyába. tele mindenkit nagyon várunk, mi már készülünk, és holnap 11.40-kor kezdünk a Ferencvárosi Művelősi Központ színház termében. Igazából ennyi. Tehát minden további majd Gikonon, vasárnap pedig kibeszéljük a Gikont, és további tervekről fogunk beszélni Dáviddal. Podcast-szerűen várunk mindenkit mindenhova. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!